guruló mérföldkő. Hivatalosan is átadták a Venkheim turista és kerékpárutat. Bábra megy a játék. Megnyílt a Békés Csabai Napsugár Bábszínház új otthona. Paprikás hangulat. Főzve segítették a koraszülöttek ügyét Gyulán. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Vasárnap este Békés Csabán egykori iskolájában emlékeztek meg a héten a Mount Everesten eltűnt Suhajda Szilárd expedíciós hegymászóról. A csendes főhajtásra és mécses gyújtásra hatalmas tömeg gyűlt össze a belvárosi általános iskola és gimnáziumban. Barátok, jó ismerősök, volt iskolatársak, szimpatizánsok, közéleti személyiségek gyűltek össze vasárnap este a belvárosi általános iskola és gimnázium épületében Békés Csabán. Valamennyien Suhajda Szilárd expedíciós hegymászó emléke előtt hajtottak fejet. A Békés Csabai sportolónak az elmúlt héten a Mount Everest csúcs támadása közben veszett nyoma. Suhajda Szilárd egykori alma máterének jelenlegi igazgatója felidézte, hogy az egész tantestület szinte egy emberként követte a múlt heti beszámolókat jó hírek reményében, majd a tragédia hírére a vasárnapi megemlékezést is együtt szervezték meg. Nem gondoltuk, hogy olyan sokan el fognak jönni. Gondoltuk, hogy lesznek pár százan, de hát ha most itt végignézünk, a tér túlsó felén áll a sor, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ennyire sok embert megmozgatott, és hogy ennyire sokan szerették. A megemlékezésen a város vezetők mellett több prominens személy is megjelent. Herceg Tamás országgyűlési képviselő egy korábbi, Suhajda Szilárd által tartott motivációs előadás kapcsán idézte fel személyes élményét. Elképesztően szuggesztív, tiszta, közvetlen, intelligens, céltudatos és pozitív energiát sugárzó ember volt ő, és gondolom, hogy most is az így az emléke is az. Suhajda Szilárd az egyik legsikeresebb magyar hegymászóként az 5-8000 métert meghaladó hegycsúcs, oxigénpalack és vezetői segítség nélküli megmászását tűzte ki célul. A 2014-es Broad Peak, a 2019-es K2 és a tavalyi Lhotse expedíciót is sikerrel teljesítette. Arról, hogy mit érez a csúcsra törő hegymászó, idén februárban a Mount Everestre készülve így vallott a Hit.tv aktuális című magazinjában. Igazából a saját bőrödön fogod érezni a legjobban, hogy mennyire jelentéktelen vagy, mennyire esendő vagy, és így tovább, véletlenül sem hódító vagy, véletlenül sem hős. Tehát igazából, amikor az ember ott van, és még csak nem is kell himalájai környezetbe menni ahhoz, hogy ezt érezze az ember, mennyire apró is, de akkor kifejezetten senki és semmi tud lenni az ember. Nyomkövetője adatai alapján 8795 méterrel Suhajda Szilárd az egyetlen magyar, aki oxigénpalack és serpák segítsége nélkül ekkora magasságba jutott a Mount Everesten. Hivatalosan is átadták a Venkheim turista és kerékpárutat. Az ünnepséget pénteken a Pósteleki kastélyrom előtt tartották, melyre az alkalomnak megfelelően több képviselő és résztvevő is kerékpárral érkezett. Igazi túrázásra alkalmas, napfényes időben érkeztek a Venkheim kerékpárút projekt záró rendezvényére a Vármegyeszékhely önkormányzatának képviselői. A Venkheim család egykori kastélya előtt Pósteleken tartott ünnepségen Békés Csaba polgármestere ismertette a beruházás részleteit. Szarvas Péter elmondta, hogy a Modern Városok programban mintegy 3 milliárd 700 millió forintból létrehozott fejlesztés célja, hogy a meglévő kerékpárút hálózat bővítésével és részbeni felújításával fejlesszék a hivatásforgalmi, valamint a turisztikai célú kerékpározást.
20 kilométernyi kerékpáros új létesítmény jött létre, 10 kilométeren teljesen új kerékpárutat építettünk, hadd emeljem ki a Szabadkígyósi kastélyig vezető, a bányatavak mellett elvezető kerékpárutszakaszt és Posteleket Gerlával összekötő új kerékpárutszakaszt, és 10 kilométer felújítás történt, régi töredezett burkolatot újítottunk fel, szélesítettünk ki, és így együtt ez a 20 kilométer egy 40 kilométeres kerékpáros hálózat részévé vált. A kerékpárút nyomvonala a Wenkheim család építészeti hagyatékait köti össze, melyek közül a Szabadkígyósi, a Pósteleki és a Gerlai kastélyt érinti, és elérhetővé válik a dobozi Wenkheim családi ág kriptája, valamint a Gyulai kastély is. Egy jobb hétvégén elér, sőt meghaladja a 10 000-et is azoknak a száma, akik ide Postelekre eljönnek autóval vagy biciklivel. Az itteniek azt mondják, hogy legalább harmada biciklivel teker ide, akár Gyuláról, akár Békés Csabáról. Az eseményen Madarász Losonci Bálint, a miniszterelnökség aktív mobilitási főosztályának főosztályvezetője kiemelte, hogy turisztikai szempontból is kedvelt a Wenkheim kerékpárút. Ezt bizonyítja az is, hogy idén kiérdemelte az év kerékpárútja díjat. Emellett pedig a fejlesztés a mindennapok közlekedését is segíti. Alapvetően a neve alapján ez egy turisztikai nyomvonal, hiszen az egykori Wenkheim uradalmi épületeket, kastélyokat fűzi fel, de a kerékpárutak általában mindig szolgálják egyrészt a szabadidős turisztikai funkciót, de legalább annyira települések között, városok közelében a hivatásforgalmi kerékpározást, tehát a napi ingázásban, munkába járásban, ügyintézésben, vásárlásban legalább annyira tudnak segíteni. Az ünnepség végén a képviselők szalagátvágással adták át a kerékpárutat. Valóra vált a Békéscsabai Napsugár Bábszínház társulatának régi álma, miután pénteken megnyílt az új otthonuk. Az intézmény a Modern Városok Program Munkácsi Mihály örökségét ápoló és népszerűsítő fejlesztési projektben készült el, a Gyulai úti Urszíny Belicei kúria felújításával és egy új épület hozzáépítésével. A Napsugár Bábszínház hivatalos megnyitóján a mai estén fogadják őt nagy szeretettel! Az épület átadó ünnepsége látványos felvezető programmal indult a Bábszínház kertjében, a 10. Színházi Olimpia és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ jóvoltából. Az artista bemutató végén a Napsugár Bábszínház igazgatója jelképesen egy maszkot vehetett át. Azt hirdetjük, hogy a Bábszínház az egy műfaj, nem pedig egy korhatáros besorolású játék, és ennek tükrében nagyon fontos a számunkra, hogy mindenki látogasson minket. Ez az épület persze lehetőséget ad mindenfélére, szimultán előadásokra, különböző konferenciákra, bármilyen fajta rendezvényre. Az új Bábszínház egy 3 játszóhellyel rendelkező, műhelyekkel és közösségi terekkel kialakított 21. századi művészeti komplexum. Ünnepelni jöttünk Békéscsabára, egy új színház épült, és ez ünnep. Az előadó művészetnek, a Bábszínháznak, a színházművészetnek az ünnepe. Erősek vagyunk mi magyarok a bábszínházi művészet terén, és erősek vagyunk, mert nem csak a gyerekekről szól, ez nem csak a legkisebb korosztályról szól, hanem a családokról és a felnőtt nézőkről. A Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára beszédében hangsúlyozta, a modern, 21. századi technológiával felszerelt épület az egyik legősibb és legösszetettebb művészeti ágnak lesz az új otthona. Nem csak a színházi jelleg kap egy nagyobb erőteret, hanem maga az infrastruktúra, illetve maga az a szakmaiság, amelyben akár módszertanban, akár közösségépítésben a Bábszínház igen jelentős identitás formáló szerepet kap. Én azt gondolom, hogy a gyerekek nevelésében szerintem az első az, amikor egy anyuka egy új bábbal, akár a csecsemőnek mutogatja a különböző formulációkat és a különböző karaktereket és szerepeket. Békés Csaba polgármestere emlékeztetett, 8 éve kapták meg a lehetőséget a kormánytól arra, hogy a Modern Városok Program részeként kiemelt fejlesztéseket hajtsanak végre a megyeszékhelyen. Szarvas Péter hozzátette, ennek egyik része volt az 1700 négyzetméteres Napsugár Bábszínház megépítése. A Napsugár Bábszínház Magyarország egyik legkiválóbb
társulata, bábjátszó közössége megmutatta az elmúlt években nehéz körülmények között is, hogy igenis van érdeklődés. Ez a kínálat, ez a szolgálat, amit a társulat nyújt, erre van fogékony kereslet, fizetőképes kereslet, nem csak Békés Csabán, hanem egész Békés vármegyében, sőt, legtöbbször még vármegyén kívül is. A térség országgyűlési képviselője elmondta, a Napsugár Bábszínház annak a Munkácsi negyednek a része, amely beruházás városrehabilitáció és egyben kulturális és turisztikai megújulása a Békési megyeszékhelynek. Herceg Tamás ezután megemlékezett Lenkefi Konrádról, a társulat 1995-ben elhunyt művészeti vezetőjéről. Egy személyben köt össze a művészeti ágakat és jelent kapcsolódási pontot a kulturális negyed számos eleme között. Ám elsősorban mégiscsak bábos volt, bábtervező, bábkészítő, iparművész, bábszakíró, tanító, népművelő, bábszínházi társulatvezető és a Békés Csabai Nemzetközi Bábfesztivál alapítója. A pohár köszöntőn a Magyar Kastély Program Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója ismertette, a beruházással értéket mentettek, ugyanis hosszú évtizedek enyészete után újították fel az Ulszinyi Belicei kúriát. A klasszicista épületet az Ulszinyi család építette az 1840-es években, majd Belicei Rezső országgyűlési képviselő vásárolta meg, míg később unokaöccse, Belicei Miklós, Békés vármegye főispánja lett a tulajdonosa. Nagyon sok mindent ismerünk az épület belsejéből, pont a főispán visszaemlékezései alapján. Ezerint a szalonokat csillagmintás intarziás parketta borította, és Belicei Rezső miatt vitrinekben egész 1848-49-es múzeumnak tekinthető volt az épület belseje, hiszen ő mint 1848-49-es honvéd tiszt számos olyan emléket megőrzött, mint például egy golyókosztott a honvéd sapkát, bentábornok sapkájáról egy tölgyfalevelet megszárítva. A pénteki ünnepélyes átadó után szombaton a nagyközönség számára is kinyitotta kapuit a Bábszínház, ahol három napon keresztül bábművészeti világtalálkozóval és folyamatos előadásokkal várták a látogatókat. Hazai és határon túli megy párlatokból készült el pénteken Gyulán a Nemzeti Összetartozás pálinkája. Az 5 éve indult kezdeményezés részeként a történelmi Nagy Magyarország számos pontjáról érkeztek hungarikumok. Az Almási Kastély Stefánia szárnyában megtartott ünnepségen az összeöntést követően kínálták és palackozták is a nemzet pálinkáját. Néptánc bemutatóval kezdődött a nemzeti összetartozást jelképező ünnepség. Az országgyűlés alelnöke beszédében a közös gyökereink fontosságára hívta fel a figyelmet. Hagyományaink nélkül, csak a múltunk ismerete és tisztelete nélkül nincs magyar jelen, a jövőre meg nem is gondolhatunk. Ez a nap számunkra a közös imádságról, hitünkről, értékeinkről, történelmünkről és a magyarság szabad ünnepéről szól, hangsúlyozta köszöntőjében Békés vármegye főispánja. Ez a nap az összetartozásról szól. A lelkek összefonódásáról, mert éljenek bárhol a világban magyarok, mi gondolunk most rájuk, és kifejezzük összetartozásunkat, és azt is, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. A kárpátaljai pálinka lovagrend vezetője köszöntőjében háláját fejezte ki, amiért meghívást kaptak a Magyar Pálinka fővárosába. Ebbe az üvegpálinkában nem csak a pálinka lovagrend tagjainak a tudása, de a régi magyar földnek összes szeretete és hálája benne van. Az idei évben megypárlatokból öntötték össze az összetartozás pálinkáját. Bora Imre fesztiváligazgató felidézte, hogy a kezdeményezés 5 évvel ezelőtt indult el. Túlmutat a fesztiválon, túlmutat a pálinkán, és úgy gondoltuk, hogy nekünk is kell valamit tenni az utókor számára, azért, hogy a magyarság mindenhol hirdetesse az összetartozásunkat,
egy olyan italon keresztül, amire méltán vagyunk büszkék. A Nemzeti Összetartozás italának ceremóniájával vette kezdetét az a nagyszabású fesztivál, amelynek köszönhetően Gyula 3 napig ismét a pálinka fővárosává vált. Főzés segíts elnevezéssel első alkalommal rendeztek jótékonysági eseményt vasárnap a Gyulai Pálinka Fesztiválon. A főzésen résztvevő 30 csapat helyi alapanyagokból Hungarikum gyulai kolbász felhasználásával paprikás krumplit készített. A nevezési díjakból befolyt 1,5 millió forintot a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványnak ajánlották fel a jótékonysági esemény szervezői. Kavarnak fantázia nevet viselő csapatával a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vette a jótékonysági főzésen. A csapatot ugye a dolgozóink, a falugazdászok, a munkatársak a különböző részekről ideérve, a megye teljes területéről állt össze a csapat. Elméletileg ugye 4 főnek kell lenni, de hát látszik, hogy a kollektíva szép számmal képviselteti magát, és mindenki nagyon nagy örömmel jött részt venni itt a főzésbe, és utána a közös étkezésbe. A helyi termelőktől származó alapanyagokból összesen 30 csapat készítette el a hagyományos magyar ételt. Paprikás krumplit Hungarikum gyulai kolbásszal készítenek el a csapatok. Nagyon fontos, ez nem verseny, hanem a kilátogató kedves vendégek azok megízlelhetik, megkóstolhatják ezeket az ételeket. És van egy nyitott számla, ahol szintén ezen a számlaszámra, tehát ugyanúgy tudják támogatni a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványt. A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Békés Vármegyei Kormányhivatal együttműködő partnereivel évek óta támogatja a Koraszülött Mentő Alapítvány tevékenységét. Segíteni kell azoknak a családoknak, azoknak a gyermekeknek, akik valamilyen okból hátrányos helyzetben vannak, és egy nagyon nemes kezdeményezésről van szó. A Békés-megyei Kormányhivatal, az Agrárkamara, Magyar Hungarikumok Értékek Szövetsége, és hát nyilvánvaló otthonra találtunk a Pálinka Fesztivál keretein belül, Bora Imre támogatta, és nagyon mellénk át a Gyulai Város, Gyula Város önkormányzata is. A jótékonysági főzés nevezési díjaiból összegyűlt 1,5 millió forint adományt a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át. A legnagyobb kihívás természetesen a működtetés, minden forintnek megvan a helye. Havi 2-3 millió között van a mentőautónak a költsége, minden forintnek meg lesz a helye, a működtetésre fogjuk fordítani. A Főzés Segíts rendezvény szervezői Békés Vármegye koraszülött nagykövetének dr. Rózsa Völgyi Katalint kérték fel. Minden tudásommal és tapasztalatommal azon leszek, hogy az elkövetkezendő 1 évben képviseljem a Békés Vármegye koraszülött babáit és az őket nevelő családokat. A korababák ellátását támogató online gyűjtés június 30-ig folytatódik. A szervezők a tervek szerint jövőre meghívásos alapon az egész országra és a határon túlra is kiterjesztik a jótékonysági főzést, s a nemzeti összetartozás gulyáslevesét készítik majd el. 3 napig versengtek az ifjú párbajtőrözők Békés Csabán, miután péntek és vasárnap között az Alföld Vívó Akadémia ismét megrendezte a Csaba kupát. A nagy hagyományoknak örvendő megmérettetés egyben emlékverseny is volt, amellyel a klub Csetneki István és Hajtman János vívó mesterek előtt tisztelgett. Az Olimpici Grand Prix elnevezésű versenysorozat 5. állomásának Békés Csaba adott otthont. A fiatalok 2 helyszínen, az Alföld Vívó Akadémián és a Városi Sportcsarnokban mérték összetudásukat. A megmérettetésre az ország számos pontjáról és külföldről is érkeztek versenyzők. Kiskoromban nagyon szerettem a lovagokat, és amikor megtudtam, hogy a városunkban van ilyen, azonnal oda szerettem volna menni. A Csaba Kupa elnevezésű versenyen a fiúk és a lányok is 4, újonc, törpici, gyermek és serdülő korosztályban csaptak össze egymással. A versenyen több mint 600 fiatal vívó vett részt, köztük helyi sportolók is. Legalább nem kell annyit utazni, és nagyon sok felkészüléssel van ebben az egészben, heti 5-szöri edzés. Az olimpici versenysorozat június 17-e és 22-e között zárul a 6. balatonfüredi állomással. Most mindenki egy kicsit apatabban nézett ki, mert nem kellett annyit utazni,
nem érezzük úgy, hogy van ennek jelentősége, pedig rengeteg van. És próbáljuk összeszedni magunkat, de mostanra sikerült. Medgyessy István tanítványai között sok olyan tehetséges fiatal van, akikben ott rejlik a lehetőség, hogy a nagy elődök nyomdokaiba lépjenek. Az előző versenyeken magasra tették a lécet a srácok. Tulajdonképpen az előző két verseny nézem, 7 döntős helyezésünk volt, és több győzelem is, vagy ezüstérem is összejött, és gondolkoztam is rajta, hogy ha ezt überelni kellene, nehéz dolog. Azt gondolom, hogy ha ezt meg tudjuk ismételni, az nagyon jó lenne. A verseny lehetőséget nyújt a Békés Csabai Klub és a vívósport ismertségének növelésére, hiszen a tervek között szerepel a közel 100 fős egyesületi taglétszám tovább bővítése. Május utolsó vasárnapján Békés Csaba több pontján színes programokkal várták a gyermekeket a szervezők. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban, a Békés Megyei Könyvtárban és a Munkácsi Mihály Múzeumban is igyekeztek minden korosztálynak önfelett kikapcsolódási lehetőséget kínálni. Most együtt, amíg csak lehet, remélem nem felejtesz sokáig el, ha egyszer elmegyek. A Csabai Színi Stúdió gyermek előadását is megtekinthették azok, akik vasárnap délután a Csaba Gyöngye stégjéhez látogattak. A színpadi műsorok mellett még sok egyéb programot is kínáltak a gyermekeknek a kulturális központ területén. Különböző foglalkoztatók, ugrálóvárak, tornabemutatók, játszóházak, és hát természetesen vásár, ahol mindenféle édességet, sőt, még meg is tudnak ebédelni a családok, hogyha esetleg úgy érkeznek, vagy ha megéheznek. Nem feltétlen csak ebédről van szó, hamburger, hotdog is kapható itt a környéken, sőt, fagyi, jégkrém és mindenféle limonádé. Az érdeklődők beülhettek a rendőrautóba, kipróbálhatták a Kressz Parkot, és a tűzoltó autó eszközeivel is megismerkedhettek. Tűzoltó autó elejébe ültem, meg a sisakot próbáltam föl. Nagyon jó eddig, meg még sok mindent szeretnék itt kipróbálni. A gyermeknapon a Békés Megyei Könyvtár által kínált programokat is többen felkeresték. Jazz dance-eltem, kreatívkodtam babákat, és voltam a könyvtárban keresni dolgokat. A Csaba Gyöngye melletti területen és a könyvtár épületében az intézmény dolgozói 12 állomáson várták a gyermekeket. Többek között lehetőségük van Kata festőműhelyében alkotni, kipróbáltak egy finn ügyességi játékot, a Mölkit. Életre hívtunk hagyományos retro játékokat, mint például az Országváros, vagy például a kétkezes labirintus is kipróbálható. A VHS kazettákból épített labirintuson keresztül vezető robotjáték és a kutya bemutató is népszerű volt a gyermekek körében. A Munkácsi Mihály Múzeumban is olyan programokat állítottak össze, amely minden korosztály számára jó kikapcsolódási lehetőséget biztosított. A halacska peca a legkisebbeknek, régészeti kincskeresés, arcfestés, célbadobós játékok, ebből több fajta is. Van egy vágott tollal történő messenger alkalmazásunk is, mondhatnám így, de hagyományos úton lehet rajzolgatni, írogatni, illetve hát ugye a huszárak, 48-as kiállításhoz kapcsolódó huszár figura készítés. A múzeumban több kreatív foglalatosság és műtárgykereső játék is várta a gyermekeket. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behir.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!